Hi, in this video I would like to show you a tiny spectrum analyzer available from Banggood, which is very small, very useful and isn't expensive. But I will speak in Hungarian in this video, so if you don't understand it, please use the YouTube translate function to follow my sentences. Nos, akkor most térjünk rá magyarul ennek a kis analizátornak az ismertetésére, de először szeretettel köszöntök mindenkit. Ez nem olyan egyszerű, mert angolul nincs tegezés meg magázás, itt viszont magyarul van, tehát sziasztok és szép napot kívánok! Mindenki válassza a neki megfelelőt. Ebben a videóban a célom az volt, hogy bemutassak egy nagyon egyszerű és jól használható kis szerkezetet, amely a Banggoodnál is kapható, természetesen máshol is, és felkeltsem a figyelmet, az érdeklődést. Nem volt célom a készülék teljes mélységű ismertetése, hiszen ez több órányi videót is kívánna, és aki mégis szeretne elmélyedni ennek a készüléknek a mélyebb megismerésében, javaslom, hogy keressen rá itt például a YouTube-on is rengeteg különböző nagyon jó, nálamnál sokkal hozzáértőbb emberek által készített videót láthat erről a készülékről, adott esetben egy-egy speciális alkalmazását bemutatva. És azon se kell aggódni, hogyha ezek a videók nem magyar nyelvűek, hiszen ha bekapcsoljuk a magyar nyelvre való fordítást, egész jól lehet követni akár a portugál vagy a spanyol verziókat is. Én magam is megnéztem párat, és sokat tanultam belőlük. Nos, akkor fogjunk is rögtön hozzá a készülék megismeréséhez. Itt látható egy Andritzu spektrumalizátor. Igaz, hogy ez jó sok gigahertzig képes működni, de ha bekapcsoljuk, ilyen szörnyű zaj csinál. Fogyaszt a konnektorból több mint 150 wattot, és csak a tartozékos doboza ilyen hatalmas. Ehhez képest, amiről most szó lesz, az nem más, mint ez a kis tiny spektrumalizátor, aminek még a doboza is ilyen picurka, hát még maga a szerkezet, amelyik mindösszesen ekkora, tehát kb. Akkora, mint ennek a Andritzunak ugye a képernyője, úgyhogy a képernyő az nem sokkal kisebb, viszont a készülék nem fogyaszt ilyen sok áramot, nem termel ilyen hatalmas zajt, nem igényel ilyen nagy helyet az asztalon, de ha már így az illusztráció és a bevezető kedvéért ide cipeltem ezt a monstrumot, akkor használjuk is valamire. Itt látható, hogy van neki egy mínusz 10 decibeles, 100 MHz-es outputja, amit most rávezettünk erre a kis Tiny Spectrum Analyzerre, és látjuk, hogy ott a 100 MHz, ott a mínusz 10 decibel, és hát 200 MHz-en is van neki egy kis komponense, de utána aztán már nincsen. És akkor most vegyünk búcsút ettől a zajos kis szerkezettől, kikapcsolom, és ugye mennyivel kényelmesebb lesz ezentúl ilyen csöndbe dolgozni. Nos, most, hogy a nagy testvért eltettük szunyókálni, nézzük meg, mit tud ez a kisöccse. Ugye látjuk, hogy a képernyője nem sokkal kisebb, érintőképernyős, az egyszerű kezelhetőség kedvéért adnak hozzá egy ilyen madzagra kötött gitárpengetőt, ezzel lehet megérinteni különböző helyeken, és hogyha itt a fő menünek a legalsó pontját válaszuk, akkor látjuk, hogy három fő üzemmódja van, tud spektrumalizátorként működni, ugye ezt láttuk az előbb, amikor megnéztük azt a 100 MHz-es jelet, tud szignálgenerátor lenni, és természetesen kalibrálni is lehet. Most elsőnek foglalkozunk a spektrumalizátor üzemmódjával. Adnak hozzá egy ilyen rácsavarozható, kihúzható teleszkóp
antennát, és ezzel már is vizsgálódhatunk. Például, ha egy ilyen kis adóvevőt bekapcsolunk a közelébe, most éppen 444 MHz 222 kHz-en, akkor ugye ott megjelenik a konkrét adás. Vagy például előveszünk egy autó távirányítót, és azt nyomogatjuk, akkor ennek is ugye meg tudjuk mérni a frekvenciáját. Vagy ha beállítjuk például frekvenciának a 88 MHz és a 108 MHz közötti UHF-FM sávot, akkor ugye látjuk a különböző rádióadóknak a frekvenciáit. És például ez az egyes, amik nagyon gyakran előjön, az a 105,3 MHz. Aztán megyünk tovább, egy másik ismert állomás a 103,3, ez a retro rádió, aztán itt van egy másik, 100,8, itt lakik valahol a, azt hiszem, valami Kossuth rádió, vagy nem tudom mi. Tehát ugye ezt is tudjuk vele nézni. Nos, itt most kábelesen kötöttem össze a kis adóvevőt az analizátorral, méghozzá egy 10 decibeles, egy 20 decibeles, egy 6 és egy 20 decibeles, tehát összesen 56 decibel lesz most a csillapítás. Állítsuk be a frekvenciát, 300 MHz és 800 MHz közé, hogy az esetleges felharmonikusokat is lássuk, és nézzük meg, mi történik. Most beállítottuk 300 és 800 MHz közé, és most ez a bizonyos 444 MHz-es jel szépen ott látszik, és ki is írja, hogy 444,2, és ez van beállítva a rádió készüléken is. Most a rádiót átállítottam 144,45 MHz-re, az analizátort átállítottam 100-tól 400 MHz-re, és nézzük meg, gyönyörűen mutatja, és nincsenek felharmonikusok, tehát tulajdonképpen ez egy jó kis rádió. Ugye most megnézzük, hogy mennyi a szint, mínusz 20 decibel, most például kiveszünk belőle egy 6 decibeles tagot. Ezt kivesszük. És akkor nézzük, mit mutat. És 14 decibelt mutat, tehát ugye ennyivel nagyobb lett a jelünk. Tehát szépen pontosan méri a szintet is, illetve a frekvenciát is. Most pedig a rádió vételen van, ugyanazon a 144,445 MHz-es frekvencián, és ugye, hogyha kikapcsoljuk, akkor nem hallunk semmit, mert a zajzár ugye kioltja. Bekapcsoljuk, egy kicsit sistereg, mert nagyon leosztottuk a jelet, és ha bekapcsolom a modulációt FM-re, akkor egy ilyen 440 herces hang hallatszik. Ha csökkentem a löketet, 1 kHz, ugye vagy 2, 3, 4, és akkor így szól.
Most pedig megpróbálunk műsorszórósávba dolgozni, ugyanezzel a kis rádióval. Állítsuk be a frekvenciát, 103,3 MHz, ez a rádión éppen beállított retro rádió frekvencia. Kapcsoljuk be, ugye egyből elhallgat a rádió, és halljuk a modulációt. Persze a műsorszoroknak 75 kHz a lökete, és ilyenkor tényleg szépen szól is. Tehát ezt a kis készüléket adóként is tudjuk használni, akár rádióamatőr, akár műsorvevő készülékek tesztelésére alkalmas, megfelelő frekvenciajeleket és modulációkat elő tud állítani. Ezzel a rövid videóval sikerült felkeltenem az érdeklődést ez iránt a hasznos kis műszer iránt, és akit ez komolyabban érdekel, az a típus számát írja be a YouTube-ba, és rengeteg-rengeteg nagyon hasznos ötletet talál nálam ehhez a műszerhez sokkal jobban értőktől is. És akkor most nézzük meg, hogy a Banggood honlapján például hogy lehet ezt megvásárolni. Íme a honlap, itt látható. Egy linket teszek be a videó alá, azt bárki használhatja. Nem kapok rá semmilyen kedvezményt. Mindösszesen jó szándékom jeléül teszem oda. Remélem, hogy ezzel a kis videóval sikerült felkeltenem egyesek érdeklődését ez iránt, az analizátor iránt. Akkor a munkám már nem veszett kárba. Örülök, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, kérlek lájkold. Hogyha szeretnél máskor is hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Kommentben írják meg, hogy mennyire tartanak igényt ilyen magyar nyelvű verziókra, vagy inkább maradjak a sajátos angol verziómnál. És akkor mindenkinek további szép napot kívánok, és sziasztok, viszontlátásra!